Jó lenne, hogyha nem, akkor nyomnám le a felvétel gombot, amikor így ugrok bele a székbe, azt közben még így lenki a képerfeje. Sanyika, ne kaparjál, amikor a videót veszek fel, úgy most meg befut egy valami izébe. Jaj, nem hiszem el, hogy nem hiszlek el, Sanyika, hogy mindig ezt csinálod. Na, de komolyodjunk meg, gyerekek. Ti halljátok? Miért akar... Ott áll előtte a kaja, a tálba is elkezd így kaparni, párat, és akkor kivesz belőle egyet, és itt rákcsál alattam, gyerekek, nem hiszem el, megőrülök. Na, de mindegy, na, nem számít, hát nem tudom vele mit csinálni. Be kéne betoroznom így a légy lábát, és akkor odarakom a szobába, ahol akarok. De ma megint eltértünk a témától, egy kicsit összeszedettebb legyek ki, mert komolyodjál meg most már. És mindig akkor csinálja, amikor videózok. Esküszöm, egész nap nem csinálja, nekiállok videózni, akkor igen. Viszont, tényleg, témázzunk, néhány dolgot fel akartok így vetni. Például első téma, megkezdődött a suli. Emiatt ugye kevésbé tudjátok nézni a videókat reggeli időszakba, vagyis kevesebben tudják nézni, és szeretnék azokra is gondolni, akik emiatt lehet, hogy nem tudják megnézni a videókat. Mármint aki érdeklődik utána, és mégse tudja megnézni. Tehát azt akarom megkérdezni globál tőletek, hogy hogy legyen? Hogy legyen dupla rész? Farming Simulator 19 1 milliárd eurós kihívásból, vagy ne legyen? Mármint ugye úgy szokott lenni, hogy reggel 8-kor egy, meg ugye mondjuk este 6-kor egy. Hogy ezt kiejtsük a reggel 6-i részt, vagy és csak egy rész legyen délután, vagy pedig ne. Egyébként így próbáltam így levezetni magamba, hogy ez igazából hogy jó. Arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy ki kellene venni a reggeli részt. Sanyika, befejeznéd? Már 26 és mindig elmegy oda a kajáért, és visszajön. Megőrj itt. Nyugodj meg, ott legyél. Gyere ide az önembe akkor inkább. Gyere, na. Komolyan, ennyit érted. Professzionális videózás, tessék. Semmi érted, nincsen semmi, csak ez van. Mindig ez a... Olyan kövér vagy. Ha mit csinál a dolog ez? Mert állandóan eszel a videók alatt. Nézzél, oda nézzél, milyen. Nem látsz ki, el kell menni már a fogyrász nénihez. Na, így néz ki egy shih tzu. Olyan, mint egy maci egyébként. Nagyon-nagyon édes. Jó, nem ész? Nem ész, hogy mi legyen? Itt ma mennyi legyen a jó, vagy mennyi? Isten áldja! Hát ez aztán, ez minden csak nem normális, professzionális videózás, minden itt történik. Jó, hogy nem még itt befut egy statár sereg hátul, és akkor így ledózerol minden, vagy ne. Állj. Azért se kezdem újra a videót, mert szerintem van egy ilyen feelingje, hogy így nem sikerül semmi normálisan. De ne kaparj. Jó, lefeküdt. Oké. Jó, vagyunk meg egy picit. Szóval, szeptember 1 suli kezdés dolog miatt nem tudom, hogy tudjátok-e nézni a kettő videót. De arra gondoltam, hogy lehet, hogy nem hülyeség felrakni reggel 8-kor, mert igazából bárki, aki napközben hazaesik, az ugye, amikor hazaér, egyből meg tudja nézni. És az esti videót meg tudja nézni esetleg este, hogyha érdeklődik újránta persze, vagy esetleg, hogyha máskor nincs ideje, akkor meg tudja nézni mind a kettőt este. Úgyhogy ezen agyalt a Keeper, hogy ez hogy legyen. Segítsetek benne, léci, írjatok ötletet, hogy ez hogy legyen, ti hogy szeretnétek. A másik ugye a Modern SnowRunner sorozat első része kikerült ma, de többen írtátok, hogy lehet jó lenne egy vanilla sorozat, mert akkor jobban megtanulnám magát a játékot, és nem az lenne, hogy nem mozgok otthonosan a játék világába, és így a modokat se tudom kipróbálni, és nem tudok objektíven, igazából a vélemény soha nem objektív, ugye, de azért objektíve véleményt tudok mondani a modokról, hogyha tudom, hogy milyen képességei vannak a nem modolt járműveknek. Például itt volt ez az MTZ, egyáltalán nem tudom megállapítani, hogy a normál járművekhez, normál nem modolt járművekhez képes csites, vagy nem, vagy realisztikus, vagy nem.
Úgyhogy erről szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy mehetne egy olyan sorozat, ami nem is biztos, hogy teljesen végig, ugye, mert folyamatosan jönnek hozzá a DLC-k, meg rengeteg tartalom, content van ebbe a játékba, de azért egy olyan vanilla sorozat, ugye, ami mondhatni végigjátszásnak, mert igazából végig nem lehet játszani ezt a játékot, ez meg is megint olyan, de azért játszanánk vele, megcsinálnánk a pályákat nagy részt. Erre gondoltam, hogy akkor legyen egy ilyen, vagy tényleg csak a modokkal foglalkozzunk. Mit akartam még mondani? Igen, a rajzverseny. A rajzverseny ugye úgy volt, hogy szeptember 1-ig jöttek be a rajzok, meglepődtem, úristen, azt el kell mondanom, hogy nagyon durva volt, mert így első pár napban egy-kettő így bejött, és akkor mondom, hogy hát nem lesz ez olyan durva, és hogy az utolsó napokban így beesett egy csomó, rengeteg rajz, és ami nagyon durva volt, az, hogy megnéztem a spam mappát, és az is tele volt rajzokkal, és ugye úgy volt, hogy 1-től 10-ig lehet szavazni a rajzokra, addig lesznek ki Instagramon, viszont nem megvalósítható, hogy ezt a nagy mennyiségű rajzot így átnézzem, ugye megjelöljem, hogy melyik kitől jött, és akkor kirakosgassam, mármint azt magamnak jelölöm meg, úgy utána vissza tudjam keresni, hogy kinek mi az e-mail címe, utána azokat Instagramra kirakjam, szóval ez így nem lehetett ilyen nulla másodperc alatt megcsinálni, szóval a hétvégén ki fog kerülni Instagramra, és attól függően, hogy mikor kerül ki, ugye hányadikán, attól függően 10 nap lesz majd a szavazásra. 10 napig szavazhattok. Viszont azt elmondom, hogy nem kell, nyitva lesz majd az Instagram, szóval nem muszáj felkövetni, meg feliratkozni azért, hogy tudjatok szavazni. Szóval akárki fog tudni majd. Jó? De erről úgyis lesz majd egy videó, bemutatom videóba is a rajzokat, meg hogy hol lehet szavazni. Tényleg rengeteg jött, nagyon szépen köszönöm. Igazából ezeket akartam. Fog lenni a hétvégén kommentreagáló videó, lehet, hogy egy jó hosszú, hogy mindenkinek a kommentje beleférjen. Ugye elég durván megnyomtuk a Farming Simulator videókat, szóval az vitte az időt rendesen. Főleg, ami holnap reggel kerül ki, az egy 2 órás lesz. Fú, hát az nagyon durva lett. 2 óráig tartott, de egy olyan heroikus küzdelembe szereztünk meg egy olyan gépet, amit egyszerűen nem tudtam elengedni, majd meg fogjátok látni. És igen, és nagyon sok, ugye legalább 1 órások, 1,5 órások majdnem voltak a részek, így 3 óra volt naponta csak a Farming Simulator 19-es videók felvétele, meg mellette akkor elkezdtük ezt a modot, SnowRunner-t, szóval ja, egy kicsit az el voltam kapadva, kicsit már nem, ja, kicsit lehet, hogy kezdett sok lenni, de nem úgy kezdett sok lenni, nagyon-nagyon imádok játszani, és nagyon, fú, inkább az, hogy az úgy kezdett sok lenni, hogy nem volt rá időm, és nagyon kezdtem álmosodni, fáradni, de legszívesebben még hajtottam volna tovább. De most a hétvégén még egy, fú, megint van, hogy akkora ötleteim vannak. Egyébként beszéljünk még egy témáról, mert igazából miért ne beszéljünk, ez egy vlog jellegű dolog akar lenni. A Farming Simulatorban, gyerekek, kitaláltam egy olyan dolgot, a Farming Simulator 19-ben nem merem elmondani, fú, mert úgy érzem, hogy egy szintet lépünk a Farming Simulator 19 1 milliárd eurót kihívásos videósorozatba. Ezt gyakorlatilag tényleg szinte egy vagy két embernek mertem elmondani privátba. Egy olyan metódust találtam ki a játékba, hogy meg tudjuk csinálni az 1 milliárd eurót, hogy igazából egyáltalán nem csalás, csak egy olyan perfekt, tökéletes pénzszerzési lehetőséget sikerült megálmodnom, amivel biztos, hogy meg fogjuk tudni csinálni. Egyszerűen nem tudom elengedni azt, hogy ne tudjuk megcsinálni, és kiszámoltam, gyerekek, ugye ezt ennyit elárulhatok, hogy ugye össze van számva az a két rész, tudjátok, azt hiszem a 9-es és a 10-es föld, azon aratással cirka 100 000-et tudsz ledurrantani, és az kerül 1 órában minimum. Tehát, hogyha így számoljuk, hogy mondjuk, még ha részenként 100 000-et össze tudsz kapni, ugye a Farming Simulatorban részenként 100 000-et, akkor is 10
ezer részig tartana a sorozat, a 1 milliót össze tudnánk szedni részenként, 1 milliót, ami azért nem kevés, 1 milliót óránként összeszedni a Farming Simulatorba, mindenféle csalás, mindenféle trükközésnél, akkor is 1000 részig fog tartani. Az 1 milliárd euró összeszedés, és emiatt én kitaláltam, fú, basszus, meg fogjátok látni, el fogom kezdeni ezt a projektet, nagyon-nagyon, szerintem baromi jó ötlet, és tök jól működő. Szerintem én még sorozatban nem láttam, hogy ezt csinálták volna. És ne ilyenre gondoljatok, hogy ilyen pénztermelő dolgok, mert azzal nem nagyon szeretnék élni, hogy felállítom a szélerőműveket, aztán akkor 1000 eurót termelnek óránként, és akkor pörgetem az időt, és jaj, de jó, jön be a pénz. Nem, hanem egy csekkal összetettem egy nagyon bonyolult rendszert, sikerült megálmodnom, nem tudom, hogy mennyire valósítható meg, de szerintem megvalósítható. Tényleg egy ilyen, fú, nem is merek róla beszélni. Mindenképp elkezdjük majd. Jó, gyerekek, nem is tudom, hogy egyáltalán van-e még egy téma, amit fel szeretnék betni. Erről a négyről, négy téma volt, vagy három témáról nyugodtan írjatok, és az is be fog kerülni. A holnap föl fogom venni mindenképp a kommentreagáló videót, szóval erre a videóra írtok, akkor mindenképp az összes komment be fog kerülni. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy legyenek két rész Farming Simulator FS19, Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videóban legyen a kettő videó, ahogy megszoktuk, vagy egy legyen. A SnowRunner-t azt elkezdjük a vanillába, vagy pedig erőltessük inkább a modos vonalat. Erre vagyok kíváncsi. Meg igazából a másik kettő az talán nem is kérdés volt, hanem ugye a rajzpályázatról esett szó. Na srácok, akkor nagyon szépen köszi a figyelmet, ennyi lett volna csak, erről szerettem volna beszélni, egy ilyen tájékoztató jellegű, hogy mindig tudjátok, képen legyetek, hogy mégis mi történik, hogyan történik, mert annyira pörögnek az események szerintem egyébként legalábbis én úgy látom a csatornával kapcsolatban, hogy az őrület. Na, jók legyetek, sziasztok!